Sziasztok, és üdvözlök mindenkit itt az új karácsonyi pályán! Ma meg fogjuk nézni, hogy milyen a karácsonyi zuttyanás, a Christmas Dropper, vagy valami ilyesmi címe van. Az a lényeg, hogy ugye a dropper pályákra azt kell tudni, hogy le kell zuttyanni, esik el, és aztán lesz valami. Most pedig nézzük! Semmi leírás nem volt amúgy, csak az, hogy Christmas Dropper. Level 1! Hát ez a level 1! Azt a minden itt van, itt valami? Nincs. És itt? Semmi. Oké, akkor csak simán zuttyanjunk le. Dropper. Oké. Oké, készen állok, Vajtin. Oké. Ez kicsit közel lesz, nem? Hoppá, várjál már, hát... Oké. Uj, hogy essek ebbe bele? You did it! Egyből! Srácok, láttátok? Így! Kicsit úgy érzem, hogy nagy feneket kerít ennek a pályának ez a... Oké, egy kicsit tényleg nagy feneket kerít ez a pálya ahhoz, hogy egyszerűen csak leestem egy lyukba. Na nézzük akkor a második hasonló tematikájú, úgy látom itt is körök vannak és azokon kell átzuhanni. Nézzük, oké, gyerünk! Na gyerünk, oké, most ott a lyuk, ott látom a vizet, és... Jó, hát öregem, hát ez nem volt nekem kihívás. Ez nem volt kihívás. Lazán! Kíváncsi vagyok, melyiknél fogok egy kicsit elakadni. Amúgy ennyi pálya van. Gyorsan végigrérek rajta. Kivéve, ha valamelyiknél elakadok. Na gyerünk! Jöhet a hármas pálya. Eddig lazából, csipőből hoztam a dolgokat, még hogyha azt is törném össze. Get ready! Oké. Erre kell menni. És... Gyerünk, amúgy érdemes megnézni az építészetet, mert az is nagyon szép, és ott a víz! Well done! Ügyes voltam, hát Istenem! Ez a pálya, ez simogatja a mellkasom, meg a bubómat, érted? Így simogat, nagyon ügyes voltál, és mindennek ilyen giganagy dolgot kerít, érted? Sikerült kiátszanod a harmadik pályát, és megnyílt a negyedik. Megnyílt a negyedik! Mindennek akkora feneket kerít, hogy az valami elképesztő. Na nézzük, a negyedik. Az most szerintem meg fog fogni, mert egy kicsit ez átláthatatlan. Na kezdjük. Lássuk, hogy miből élünk. Gyerünk. Add meg nekem. Na. Szép próbálkozás. Oké, ez volt az első pálya, amin elbuktam. A második próbálkozásnál vagyunk. Kérdés, hogy itt merre felé kell majd esni, szerintem itt erre. Oké, jól van, gyerünk. Add meg, Pajti. Oké. Jó van, már. Oké. Ne, rossz irány. Istenem, nem lehet ezt valahogy felgyorsítani, mert kevesebb időt játszok, mint amennyit ez beszél. Na így, így lesz a helyes irány, így esek, és arra el kell menni majd. Figyeld meg, az lesz a megoldás. Biztos vagyok benne, hogy ez lesz a megoldás. Oké. Végre! Ne! Ó, kis háztető! Utána meg kell fordulni, oké. Semmi gond, most már legalább a logikájára rájöttem. Csak ne kéne ennyit várni. Ez az, gyerünk, Pajti. Ez az, Pajti. Oké. Jó. Ez az! Hú, azért nem tudom, rálottátok-e, de visszafogtam az utolsó lélegzetvételemet is. Mert egyszerűen annyira izgultam, hogy most nem fogok beleesni, hogy nem mertem megszólalni. Na, lehet a level 5-ös, ez amúgy mit ábrázol? A level 4-es már azért nehezebb volt, akkor ez meg irtó hardcore lesz. Van valami ilyesmi érzésem. Aha. Na itt mi lesz itt a szisztéma? Jaj, ne! Amint kiállok belőle, rögtön újra kezdi. Édes Istenem. Huha! És megvan! Jó, azt hittem, hogy nehezebb lesz. Őszintén megmondom nektek, skacok, azt hittem, hogy a level 4 után a level 5 egy kicsit nehezebb lesz, de amint éreztem, kb. Ugyanolyan nehéz volt. És amúgy mindjárt a végéhez érünk, azt még tök jól állok. Na! Level 6! Na nézzük azt a level 6-et! Azért nem nehezek amúgy, nem nehezek, el kell, hogy mondjam, nem nehezek, valószínűleg azért, mert ugye az telefonosra is van. Na gyerünk, go! Gyerünk, ez az egységpajtás, gyerünk! De! Jó, oké, a csillagban kell maradni. Az est hajnal csillag!
annyira lassan mondja, érted? Úgy idegesít, hogy ilyen lassan mondja. Esti szeretnék 3 másodperc. Amúgy ez tudja, hogy nem 3 másodperc, hanem több. Na gyerünk! Oké, okay, itt. Oké. Okay, oké. Okay. Húha! Na, hogyha azt mondja, hogyha itt esem, akkor meg lehet rá az esélyem. Oké, okay, megvan, ez megvan, ez megvan, ez is megvan, végre vége. Amúgy erre is csak egyszer kellett rápróbálnom. Ez sem volt egy olyan nagy ördöngösség. Level 7, és utána a level 8 jön. Oké, okay. Na nézzük azt a level 7-et. Punk! Na. Drabber, level 7. Oké, okay. Na itt is valami karikákon kell átesni. Szórakozol velem? Hát itt voltam végig rajta. Oké. Mehet? Ne sajnáljad! Arbálj nekem! Oké. Gyerünk, 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 gyerünk! Jaj, koncentrálni kell! Pff, az a kis benyúlás ott, na az volt itt a probléma. Aha. Oké. Oké. Jó, nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó! Esben van! Ennyi! Oda tettem neki! Oda! Itt egy ajándék. Ez csak egy ilyen kis cucc. Oké, okay, na mindegy. Hú, viszketett is az orrom rendesen, de nem bírtam megvakarni, mert annyira kellett koncentrálnom. Várjál már, ez már 8. Ez lesz az utolsó? Ugye nem? Ugye nem szórakozó vele, hát 8 perce megy csak a videó. Na ez biztos olyan nehéz pálya lesz, hogy itt ájulok el. Aha. Oda kellene elesnem addig? Oké. Okay. Meglátom, mit tehetek az ügy érdekében. Huha! 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 És megvan! És megvan a 8. is easy-be! És a 8. is megvolt! Hát a 8. utas pedig a halál! Aha, vagy merre? Mert nincs meg a kapu. Hol van a kapu? Ezek mind üresek. Kapu? Ha, ott... Vagy... Mi? Ez egy nice try! Megcsináltam, haver! És akkor hol volt itt az exit? Oké, okay, megoldjuk, akkor még egyszer, hát nem volt ez olyan nagyon nehéz. Oké, okay, megoldjuk simán, simán mondom. Ennyi. És ott volt a kapu, érted, én meg elindultam a másik irányba. Whoop! Megcsináltuk, bizony, bizony én voltam. Kész van az összes. Megnőtt a nagy fa! De szép lett! Hogy megnő a nagy fa? Ez azt öcsém, ez azt igen volt. Megcsináltuk az összeset és kinőtt a nagy fenyőfa, fel is díszíti nekünk. Hát azért így megvan a karácsonyi hangulat, egy picit, egy pöppedéket, megvan a karácsonyi hangulat. Na jó van, srácok, és mi az ajándékom? Semmi, nagyon jó, köszönöm szépen. Kommentbe várom, hogy ki mit kapott karácsonyra. Kösz, hogy itt voltatok. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok föl. Sziasztok!